Gyengébb lesz az idei termés, az árpát már sok helyen aratják, és hamarosan a repce is sorra kerül, ahogyan a búzával sem várják meg Péter Pál napját a termelők. Megújult városrészek, közel 612 millió forintból több száz méternyi útszakasz víz elvezetési problémáját oldották meg Nyíregyházán. Van esélyed? A fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről rendelkező törvény 20 éves évfordulója alkalmából rendeztek konferenciát. Az árpát már sok helyen aratják, és hamarosan a repce is sorra kerül, ahogyan a búzával sem várják meg Péter Pál napját a termelők. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A szokásosnál korábban indult az idén a betakarítás a földeken, a tavaszi szélsőséges időjárás nagyban befolyásolta mind a gabonafélék érését, mind pedig a földmunkák elvégzését. A termés kilátások gyengébbek, közepesre vagy rosszabb hozamra számítanak a gazdák, miközben a felvásárlási ár emelkedése is folytatódhat. Az év elején a nagy mennyiségű csapadék hátráltatta a földmunkákat, az áprilisi hőhullám pedig szintén sokat ártotta a kalászosoknak. Az érés jelenleg 2 héttel előrébb jár a szokásosnál, a termés viszont apróbb szemű, mint általában lenni szokott, ennek következtében pedig a súly is alacsonyabb lesz. Rácz Imre szerint ennek ellenére a piacon magasabb, de stabil árakon várják a betakarítást. A piac a szezon előtt úgy stabilizálódott, ilyen 4500 forint körül volt a búza, és várhatóan körülbelül az új kenyérnek való is ennyi körül fog elindulni. Épp pénteken volt egy kalászos bemutató Tímáron, ahol jók információk is voltak, ahol azt mondták, hogy akár 80 mázsás termés átlag is lehet, de sokan erről a száraz tavaszra hivatkozva nem fejlődött ki a szem, és ettől gyengébbet is mondtak. Az megállapítható, hogy a közepestől egy gyengébb termés várható az idei évben, közel se lesz annyi, mint a tavalyi évben. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke televíziónknak elmondta, az országban már több helyen megkezdték az árpa aratását, az eredmények azonban nem túl jók. Körülbelül 1 tonnával kevesebbek az eredmények, mint amire vártak, és ami az előző évben volt, de ugye azt el kell mondani, hogy ezek a speciális homokon levő árpák az egész országra nem lehet kivetíteni a termés eredményeket. Ugye nézegetjük a búzákat, a búzaratás is hamarabb fog elkezdődni, mint ahogy szokott, ugye hagyományosan Péter Pálkor kezdjük az aratást. Ez szerintem 1 héttel előre fog jönni. Bízom benne, hogy jobbak lesznek az eredmények, de a kísérleteink nem közepes termésre adnak kilátást. Petőházi Tamás hozzátette, a világpiaci változások áremelkedést indukálhatnak, a kőolaj drágulása mellett a globális átmenő készletek csökkenése, vagyis a várhatóan mindenhol alacsonyabb terméshozam okozhat majd további drágulást. Már csak néhány napjuk maradt a termelőknek arra, hogy az egységes kérelem benyújtását követő előzetes ellenőrzés során feltárt hibákat javítsák. A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Államkincstár ebben az évben is előzetes ellenőrzéssel segíti az egységes kérelmet benyújtott gazdálkodók dolgát. Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i szankciómentes beadási határideje után a kincstár ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti a gazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát találnak. Az előzetes ellenőrzés segítséget nyújthat abban, hogy az ügyfelek elkerüljék a levonásokat és a szankciókat, és így magasabb támogatási összeghez jussanak. Az állam kincstár által kiküldött értesítések alapján a pontatlan igénylések, a túligénylések szankciómentes javítására, illetve pótlására június 19-éig van lehetőségük az érintetteknek. Végéhez ért a Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvízelvezetési hálózat és víz visszatartási célú tározók fejlesztése Nyíregyházán. A projekt több mint 612 millió forintnyi vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból valósult meg, melynek keretében a két városrészen több száz méternyi útszakasz vízelvezetési problémáját oldották meg. A vízátemelő beindításával mutatják be, hogyan fog működni a csapadékvíz elvezetése a Virágfürt utca legmélyebb fekvő lakása előtt.
A Borbánya és Malomkert városrészeket érintő felújítások még 2016 nyarán indultak el. A projekt 5 szakaszból állt, melyek keretében vízelvezetőket, aknákat, áttemelőket, valamint záportározókat építettek. A mai projektzáró rendezvényen Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt mondta, Nyíregyházán nem ismétlődhet meg a 2010-11-es helyzet. Nem szabad elfelejteni, hogy 2010-11-ben micsoda belvisz helyzet volt Nyíregyházán. Az a célunk, hogy ezt feltérképezve először elkészült egy koncepció, majd programmá változott, sikeres pályázataink vannak, és voltak. Ez a második szakasz, ez egy 612,5 milliós összegű pályázat, ahol itt megkezdtük a Tüzér utcán, benne a Szántókovács János téren a víztározók részei voltak, illetve itt az Alma utca, Lujza utca térségében a belvíz által, csapadékvíz által veszélyeztetett területeken egy sokkal nagyobb kapacitású, nagyobb keresztmetszetű és modern műanyag csöveket raktunk le, egy csőrendszert, kb. 2 kilométer hosszan. A polgármester hozzátette, a Virágfürt utca eredetileg nem volt benne a felújítási tervekben, azonban a pályázatban keletkezett megtakarítás, melynek terhére itt is tudtak fejleszteni. A beruházás előtti időszakban ugyanis gondot okozott az eső, a csapadékvíz pedig sok esetben megállt az alacsonyabban fekvő területeken. A csapadékvíz elvezetés itt a Virágfürt utcai szakaszon nem volt kiépítve, ezért a Virágfürt utcának a befelé vezető jobb oldalán több lakás, mélyen fekvő lakásokat elöntötte a víz, illetve többször nagy esőknél szivattyúzással tudták csak elszállítani, megoldani a vízes problémákat. Azon kívül itt a Virágfürt utca 60 szám előtt általában 20-30 centi víz torlódott föl, amiben az emberek gázoltak és így közlekedtek. Ezt úgy oldottuk meg a tervezővel közösen, hogy egy csapadékvíz átemelő került beépítésre, amely a 41-es főút befogadója felé elviszi és biztosítja a víz elfolyását. Ezzel jelentős mértékben csökken az elöntések területe, illetve a csapadékvíz elvezetés megoldottá válik. A projektben többek között a Lujza, Alma és Vércse utca területein is növelték a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer kapacitását. A Tüzér utca területén is fejlesztettek, valamint záportározókat építettek a Szántókovács János utcai parkoló területére. A projektzáró rendezvényen elhangzott, jövőre további 1 milliárd forintos csapadékvíz elvezető beruházás kezdődik a városban. 20 éves múltra tekint vissza a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségéről rendelkező törvény, mely alkalomból a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete szakmai konferenciát rendezett a Városi Könyvtárban. A semmit rólunk nélkülünk Európai Uniós elvvel gyakran szembe mennek a hazai jogalkotók, valamint a jogszabályokban foglalt esélyegyenlőség biztosításának megvalósításai is. A mai konferenciának ezért is kiemelten fontos az a szerepe, hogy a beilleszkedni vágyó sérültek, valamint a többségi társadalom is tájékozódjon az együttélés lehetőségeiről és formáiról. Többek között erről is beszélt a Van esélyed elnevezésű konferencián a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesületének elnöke. A szakmai konferenciánk arra keresi a választ, hogy van-e esélye egy látássérültnek részese lenni a többségi társadalomnak a foglalkoztatás területén, az akadálymentesítés területén, a jog területén, az egészségügy területén, a segédeszközellátás területén, és a művelődés területén, mert hogy egy könyvtárban vagyunk, tehát azokat a lehetőségeket fogjuk megmutatni, ami ma egy látássérültet érheti a szocializációban. Az 1998-ban megfogalmazott esélyegyenlőségi törvény elmúlt 20 éves periódusát is megvizsgálták a konferencia résztvevői. Petrus Anna jogász szerint a változások előremutatók. Történtek változások, főleg én úgy gondolom az oktatás területén jobban kinyíltak az emberek, akár a fogyatékos emberek, akár az úgynevezett egészséges emberek jobban kinyíltak, és úgy vettem észre, hogy jobban elfogadóak
a fogyatékos emberekkel szemben. A közlekedésben is elkezdődött most már azért az akadálymentesítés, például a hangos jelzőlámpáknak a felszerelés egyre több helyen van, illetve a gépjárműveknek is, az autóbuszoknak is elkezdődött a meghangosítása, ami nagyon-nagyon sokat számít egy látássérült embernek a számára. Petrus Anna hozzátette, a pedagógusok egyre jobban el tudják látni a látássérültek oktatását is, mely az óvodától egészen a felsőoktatásig tart. Ez pedig Baranyai György szerint egyre több esélyt jelent a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. Már, ha nem is a legjobb esélyekkel indul egy látássérült, de egyre több és több esélye van. Köszönhető ez annak, hogy elég sok jó és elég sok újfajta segédeszközt használunk. Többek között az okostelefonok, az informatika térnyerésének köszönhetően fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy aki az oktatásban is helyt tud állni, tehát középiskolában, felsőoktatásban, őnekik egyre nagyobb esélyük van arra, hogy a megszerzett végzettségeiket tudják hasznosítani a nyílt munkaerőpiacon, vagy akár a védett munkaerőpiacon is. De a látássérültek foglalkoztatása azért nehézkes is, mivel speciális igényű fogyatékossági csoportról van szó, így elég, mondhatjuk azt is, hogy eléggé zsebbenyúlós, mondjuk adott esetben egy képernyőolvasó program beszerzése, vagy pedig a környezet valamilyen mértékű átalakítása, ahhoz, hogy egy látássérült is foglalkoztathatóvá váljon. A tanácsadó hozzátette, a védett munkaerőpiacon jelenleg még könnyebben helyezkedhetnek el a látássérültek, azonban egyre jobbak a lehetőségeik a nyílt munkaerőpiacon is. A jövő hónaptól minden olyan számláról, amelynek áfatartalma meghaladja a 100 000 forintot, adatot kell küldeni a NAV-hoz. Mindezt a hivatal szerint számlázó programok használatával lehet a legkönnyebben megvalósítani, melyhez saját fejlesztésű, ingyenes lehetőséget is biztosítanak. Az online számlarendszer július 1-től éles üzemben fogadja a vállalkozások számláinak adatait. A rendszer használatához a vállalkozásoknak regisztrálniuk kell a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, amihez viszont rendelkezniük kell ügyfélkapus hozzáféréssel is. Július 1-től belföldi adóalanyokra áthárított 100 000 forintot meghaladó áfa értékben kiállított számla, illetve az 500 000 forint feletti áfa értékben kiállított számlák esetében adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. Ez minden belföldi adóalany számára kötelező lesz. Ez azt jelenti, hogy elektronikusan a legkönnyebb teljesíteni ezt az adatszolgáltatást, erre egy számlázó programot kell bekötniük az áfa alanyoknak. Hogyha ezt nem teszik meg, és gyakorlatilag kézzel bocsátják ki ezeket a számlákat, akkor természetesen ezekről a számlákról is, azokban az esetekben, hogyha a 100 000 forintot meghaladja, akkor 5 napon belül, illetve hogyha az 500 000 forintot meghaladja az áfa tartalma, akkor pedig 1 napon belül kell adatot szolgáltatni, ugyanúgy a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A napokban még tesztelhető a rendszer és a számlázó programok alkalmassága, július 1-től azonban az elmulasztott adatszolgáltatást bírsággal sújthatja az adóhivatal. Nyíregyházán rendezik meg a teniszkorosztályos vidékbajnokságot. Az ország egyik legrangosabb utánpótlás tornájának július 19-e és 28-a között a Városi Stadion nemrégiben felújított teniszcentruma ad otthont. A megmérettetésen közel 300 fiatal méri összetudását. 2017 végén a Marsó Teniszcentrum azzal a céllal vette át a nyíregyházi teniszklub üzemeltetését, hogy a megyeszékhelynek ebben a sportágban is országos és nemzetközi hírnevet vívjon ki. Ehhez az első fontos lépcsőfok, hogy június 19-e és 28-a között Nyíregyháza ad otthont a korosztályos vidékbajnokságnak. Becser Zoltán versenyigazgató elmondta, a megmérettetésre mintegy 35 vidéki klub közel 300 versenyzőjét várják, akik a 12-től 18 éves korosztályig egyéniben, párosban és csapatban versengenek majd. A korosztályos vidékbajnokság a utánpótlás versenyek tekintetében az egyik legrangosabb az országban, és az idén tovább emelkedik a presztízse ennek a versenynek, hiszen az eddigiek mellett, hiszen eddig a csapatbajnoki kvalifikáció, ez minden esetben a vidékbajnokságon történt az országos bajnokság tekintetében, de az idei évtől kezdve a 12-es legkisebbek közötti korosztály tekintetében szintén kvalifikációnak számít az országos bajnokságra vonatkozóan. Nyíregyházán közel 10 éve nem rendeztek hasonlóan rangos teniszversenyt. Kovács Ferenc elmondta,
A mostani megmérettetés megrendezésének a lehetősége az elmúlt időszak kitartó munkájának köszönhető. Ez egy nagy kihívás is, nagy feladat is, de egy nagy lehetőség is, hogy bemutassuk tulajdonképpen az egész országnak, hiszen Budapesten külön bajnokság megy, mindenhonnan jönnek hozzánk, hogy milyen hagyományai vannak a tenisznek Nyíregyházán, milyen kiváló adottsága, infrastruktúrája, és milyen szervezőcsapata, és milyen utánpótlás élete, hiszen azt a középpontba tettük, amikor a Marsóval megkötöttük a szerződést, hogy az infrastruktúra fejlesztés mellett az utánpótlás nevelés, és hát ilyen nagy programok szervezését is közösen megpróbáljuk idehozni a városunkba. A rangos versenyek megrendezéséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúrális háttér megteremtése. Ebben a Marsó Teniszcentrum jelentős eredményeket ért el az utóbbi időben. A Marsó háttérnek kezdetektől fogva az volt a célja, hogy Nyíregyházára varázsolja Magyarország egyik legszínvonalasabb teniszcentrumát. Ennek első lépcsőfoka volt ez a vidékbajnokság, ahol a versenyzőket 15 frissen felújított salakpálya várja, teljesen új pályapihenőkkel és lelátókkal. Továbbá a pályák körül több mint 120 méter hosszan, 3 méter magasan cseréltük le az összes kerítést, amiket le is festettünk, és azzal csak azt szeretném ezzel mondani, hogy óriási látványos fejlődésen ment keresztül a Városi Stadionnak a tenisz létesítménye. De a pályák környezete és a kiszolgáló helyiségek is megújultak. A fejlesztések pedig tovább folytatódnak, a cél ugyanis, hogy Nyíregyháza a közeljövőben további országos és akár nemzetközi tornáknak is otthont adjon. A 20 megyei bajnokság dobogósait, legsportszerűbb csapatait és a bajnokságok gólkirályait díjazták a megyeházán pénteken. Az ünnepségen elhangzott, a 2017-18-as szezon sikeresnek mondható, nagyobb fegyelmi vétségek nem árnyékolták be az évet, és örömteli, hogy a megyei csapatok jól teljesítettek a Magyar Kupában is. A 20 megyei férfi és női felnőtt, illetve utánpótlás bajnokságok csapatai vehették át ezeket a kupákat és érmeket a megyeházán rendezett ünnepségen. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága a dobogós csapatokon kívül díjazta a legsportszerűbb együtteseket, illetve a gólkirályokat is. Kvaka Árpád elmondta, összesen 126 csapat kezdte meg a szezont a különböző bajnokságokban, végül azonban 7 csapattal kevesebben zárták az évet, ezek valamennyien a megyei harmadosztályból kerültek ki. A megyei igazgató kiemelte, a visszalépések ellenére jó évet zártak, és mint mondta, az is örömteli, hogy a Magyar Kupában is sikeresen szerepeltek a megyei alakulatok. Hogyha valamit nézünk, akkor azt hiszem, hogy tényleg a többi megyei bajnoksággal kapcsolatosan egyrészt a megye válogatottunk remek szereplése, másrészt pedig a megyei csapataink országos Magyar Kupa főtáblán nyújtott szereplése alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokság továbbra is nagyon erős, hiszen nem csak megye egyes csapatunk, ahogy a Sinyi vagy a Nagyecseret említette, vagy a Nagyhalászt, hanem az Ibrány is nagyon sokáig jutott a Magyar Kupába, és igenis megmutatták, hogy Szabolcs megyében azért nagyon jó színvonalú a megyei bajnokság. Ennek ellenére azért, akik benne vannak, ők azt mondják, hogy évről évre gyengül egy picit talán a színvonal a megyei másod, megyei harmadosztályban, de azt hiszem, hogy a megyei első osztály színvonala az nem, az egy elég stabil, és ennek ellenére a többi osztály színvonala is országos szinten igen kimagasló. Sikeres évet zárt az Ibrány csapata. Meggyőző eredménnyel végeztek a megyei másodosztály Pannonia ZRT csoportjának az élén, de a Magyar Kupában is szépen meneteltek, valamint a megyei kupát is elhódították. A minimális célunk az volt, hogy jussunk vissza a megyei első osztályba, ezt a célunkat teljesítettük, elég meggyőzően, hiszen 29 győzelem mellett egy döntetlennel sikerült megnyerni a bajnokságot, és a gólarányunk is elég emlékezetesre sikerült. Emellett a kupában is sikeresek voltunk, a legjobb 64 között egy MB2-es csapat a Budafok búcsúztatott minket, a megyei kupát pedig Nagyhalász ellen sikerült megnyernünk 3-1-re itt a Városi Stadionban, ami nagy élmény volt mind a játékosoknak, mind a szurkolóknak, mind a vezetőknek egyaránt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnokságokba a csapatok július 2-áig adhatják le nevezésüket a következő szezonra, az átigazolási időszak pedig július 1-től augusztus 31-ig tart majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
A szokásosnál korábban indult az idei betakarítás a földeken, az árpát már most sok helyen aratják, és hamarosan a repce is sorra kerül, ahogyan a búzával sem várják meg Péter Pál napját a termelők. A termés kilátások ugyanakkor gyengébbek, közepesre vagy rosszabb hozamra számítanak a gazdák, miközben a felvásárlási ár emelkedése is folytatódhat. Végéhez ért a Borbánya és Malomkert város részeket érintő csapadékvízelvezetési hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése Nyíregyházán. A projekt több mint 612 millió forintnyi, vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból valósult meg, melynek keretében a két város részen több száz méternyi útszakasz vízelvezetési problémáját oldották meg. 20 éves múltra tekint vissza a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségéről rendelkező törvény, mely alkalomból a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete szakmai konferenciát rendezett a Városi Könyvtárban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 18-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedden már naposabb, melegebb időre van kilátás. A mai időjárásunkat meghatározó hullámzó frontrendszer hatása holnapra jelentősen csökken, és kissé szárazabb, melegebb légtömegek érkeznek fölénk. Az éjszaka első felében csökken a felhőzet, később derült idő valószínű. Késő estig előfordulhat zápor, akár zivatar, később nem valószínű csapadék. Az északi szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. Az északkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A hét közepén napos, száraz, kánikulai meleg, igazi strandidő várható. Csütörtök este pénteken, napközben viszont egy erős idegfront vonul át felettünk, záporok, zivatarok, megerősülő szél kíséretében. A front hatására pénteken és a hétvégén jelentősen visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, búcsút vehetünk a kánikulától, a délutáni órákban mindössze 20-22 fok körüli hőmérséklet várható. A jövő héten sok lesz a napsütés, fokozatosan ismét melegszik az idő.